Szerdai mérkőzés után mennyit néztétek vissza a védekezést és a védekezésben elkövetett hibákat? Most ebéd előtt volt egy videóelemzésünk, ahol te is említettél, főként a védekezés volt terítéken. Volt mit visszanézni, illetve a mostani edzésen van mit javítani. Szerintem ez volt a legfőbb problémánk a kinti mérkőzésen, úgyhogy ennek fényében készülünk a szombati találkozóra. A mérkőzés után azért nem sok időnk volt ezekre, hiszen tegnap érkeztünk meg és hosszú volt az út, de ma megvolt a videó és az összevágást, azért láttuk, hogy a mi hibánkból kaptunk ilyen könnyű gólokat, szóval elkerülhető lett volna teljesen. Amire készültünk, azt nem nagyon sikerült betartani. Amikor betartottuk, akkor azért eléggé megnehezítettük az izraeliek dolgát, és nagyon nehezen tudtak gólt lőni. Ez lenne a cél, hogy most ezt betartjuk, és ezen dolgozunk, hogy a védekedés összeálljon. És azt gondolom, hogy akkor sokkal felszabadultabb játék lesz szombaton. Ugye, ha valaki elolvassa a nemzeti sportnak a tudósítását, abban azért igen negatív jelzőkkel illették a védekezés, nem állt össze, nem voltak jó olyan a sánszok, nem értettétek meg egymást, nem volt meg a kellő kommunikáció, ezek mindig igazak? Azt gondolom, hogyha az elején kicsit koncentráltabbak vagyunk, és úgy kezdjük a mérkőzést, hogy az Izrael látja azt, hogy mi vagyunk az esélyesek, akkor másképp alakul a mérkőzés, és talán feszesebb végig a védekezés. Igazából én szélen védekezek, azért nehéz erről beszélni, mégis sokkal nehezebb dolgunk van ott középen a védekezésben, de még így is nekem is voltak hibáim. Igen, talán a kommunikáció és a fegyelmezetlenség, amiket előtte megbeszéltünk, besegítések, meg ezeket nem tartottuk be, és ez miatt igazából magunknak tettük nehézé ezt a mérkőzést. Ugye azért ez a 30, most tudom, egy-két kapott gól, azért ez hülyen tükrözi azt, hogy valóban nem működött se a kapus és a védelem közti kommunikáció, illetve köztünk se, úgyhogy ezt mindenféleképpen ki kell javítanunk a mérkőzésen. Ha a kommunikáció, illetve a vezéregyeniség szempontjából nézzük, akkor innen nagyon hiányzik Bánhidi Bence, aki tényleg összefogja a csapatot, hiszen láttuk az EB-n is, hogyha valami nem jól sikerült, akkor akár a padról is beszólt, hogy ezt így meg úgy kellett volna csinálni. Igen, azért Bence hiányát megérezzük, hiszen azért Sipos Adrián mellett ők mondhatni már ők voltak a legösszeszokottabb páros védekezésben. Ezt megérezzük, de azt gondolom, hogy ezért vagyunk a magyar válogatott, hogy van 20 játékosunk, aki itt van, hogy ezt valahogy pótoljuk, Bencét valahogy. Nem egyszerű persze, de azt gondolom, hogy ez a feladatunk most. Ugye, hogyha megnézzük ebben az évben a mérkőzéseiteket, akkor mind 30 felett kaptatok gólt. Ez mennyire frusztrált titeket, hogy ilyen sok gólt kaptok ebben az évben? Mert hogyha megnézzük a korábbiakat, azért nem volt ez jellemző. Igen, ezt mi is érezzük, hogy most ez az a legfontosabb dolog, amin változtatnunk kell. Hogyha ez meg lesz, akkor azt gondolom, hogy lendületet tud adni a csapatnak egy stabilitás hátulról, amiből könnyebb gólokat lehet szerezni, a támadást is megkönnyítjük, szóval most ez lenne az alap, amin változtatnunk kell. Most nehéz megmondani, hogy mi a pontos ok. Dolgozunk ezen, hogy nyilván mindennek az alapja a védekezés, ezt mi is nagyon jól tudjuk. Abszolút ilyen buta hibákból, vagy meg nem értésekből született ez a rengeteg volt, hogy hát születnek most már több mérkőzés volt ez a 30 fölötti gólok száma, úgyhogy ezen mindenféleképpen nagyon sokat kell dolgoznunk, de hát ezt tudjuk is, és az edzéseken is ezt gyakoroljuk. Nyilván azért nincsen gond, hiszen kinyertetek Izrael ellen itt a hazai mérkőzésen, mert ott ugye nem voltatok elégedettek, ezt ti is mondtátok a mérkőzés után a győzelem ellenére. Itt mivel lennétek elégedettek a hazai meccsen? Nyilván az elsődleges célunk, hogy kiszolgáljuk a közönségünket, és úgy jöjjünk le a pályáról, hogy mindent megtettünk. Természetesen a cél az a kijutás a világbajnokságra, más ez nem is lehet kérdés. Úgyhogy én azzal elégedett lennék, hogy tényleg, amit említettem, hogy úgy hagyjuk el a pályát, hogy mindenki mindent megtett. És szerintem, hogyha ezt
eszékhez visszük, illetve azt a pályára tudjuk vinni, amit a Csema kért tőlünk, akkor nem lehet probléma, de azért tudtuk, hogy a kinti meccs is kellemetlen ellenfélről beszélünk, alacsonyak, gyorsak, és azért ez nekünk annyira nem fekszik, de hogy mindenki azt csinálja, amit kért tőle az edző, akkor nem lehet probléma. Igen, egyértelmű, hogy senki nem volt elégedett ezzel az eredménnyel, hiszen nem erre vagyunk képesek, azt gondolom. Én bízok benne, hogy Tatabányán egy jó hangulatú mérkőzésen egy másképp tudunk majd kézilabdázni, összeszedjük a védekezést is, és akkor teljesen másképp fog alakulni a mérkőzés, és bízok benne, hogy talán egy kicsit bizonyítani is tudunk a szurkolóinknak, hiszen tartotunk nekik, úgy gondolom. Ezért az első mérkőzésre reméljük, hogy elképesztően jól játszottál, nem csak a góljaidra gondolok, de nagyon jól szervezted a játékot, és láttuk, hogy ha nincs Lékai Máté, akkor hát lehet bízni a válogatottat. Te is így érzed, hogy elbírod ezt a terhet? Nem mondanám tehernek, hiszen egy nagyon jó dolog azért egy válogatottba kezdeni. Azt azért nem mondanám, hogy én vagyok most az első számú, hiszen azért mellettem vannak nagyon jó irányítók. Hogyha a Győri Matyi vagy a Fazekas Gergő kezd, akkor ők is ugyanúgy teljesítenek. Szóval ezt nem lehet így előre megmondani. Ez egy mérkőzés volt, ahol jól sikerült játszanom, de az lenne a hosszú távú cél, hogy minden mérkőzésen ezt a szintet hozni, és akkor azt gondolom, hogy elégedett lehetek, de még egyelőre van még dolgozni való.